Szeretettel köszöntöm Önöket, Önök Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. Szerintem nem túlzás, ha azt mondom, hogy az urák Csaba nevét Magyarországon talán mindenki ismeri, de legalábbis én azt gondolom, hogy illik ismerni, főleg a médiában, a média szakmában. És hát, hogy miért is hívtam meg a mai műsorba Csabát? Egyrészt azért, hogy Önök is jobban megismerjék, egy kicsit jobban portré másrészt pedig azért, mert Csaba is Fehérvár szülöttje. Szia, Csabi. Szia köszönöm szépen a meghívást. Egy picit azért itt a felvezető szövegen annyit módosítani, hogy egyáltalán nem illik ismerni az én nevemet, tehát azért ez, ez enyhe túlzás. De nyilván a televízió miatt az ember sokszor belefut olyan helyzetekbe, amikor, amikor a tévé miatt ugye több, több barátja van, mint amennyi esetleg a tévén kívül dolgozó embereknek szokott lenni, de, de én mindig ockottam az ilyen fajta túlzásoktól, tehát egyáltalán nem illik a nevemet ismerni. A, a tévé nyilván ad egyfajta ismertséget, neked is, mondjuk a városi szinten nyilván megállítanak a főutcán nagyon sokan, de de az a lényeg, hogy az ember szerintem ezt hogy kezeli, és ilyenkor illik, illik szerénynek lenni. Igen, ezt egyébként tudom róla, hogy elég szerényen viseled azt is, hogy ismert vagy. Mert hogy máshogy nem, máshogy nem is ö, érdemes szerintem. Nagyon sokan összekeverik az ismertséget és a népszerűséget. Tehát nem biztos attól, hogy ismernek, még szeretnek is. Jó esetben a kettő egybeesik. A másik rész a dolognak, meg meg hogy az ismertség az egy olyan dolog, ami ami, ami az ember teljesítményén kívüli. Tehát amikor, amikor a, a televízió felnagyít mindent, felnagyítja az én ismertségemet, akkor az nem a teljesítményemnek szól. Bocsánat, de nekem nem azért ismernek. Örülök neki, hogyha ismerik a, a, a riporteri munkámat, a műsorvezetői munkámat, vagy amit éppen csinálok egy adott ö, műsorban, de ez nem a teljesítménynek szól. És nagyon sokan bedőlnek annak, hogy hú, ha engem már mutogatnak a tévében, akkor milyen nagy ember vagyok. Hát a fenét nem vagy nagy ember. Kéne, hogy valami teljesítmény legyen ö, mögötte, és szerintem az úgy illdomos, hogyha az ember inkább erre koncentrál, semmit arról, hogy sütkérezik egy kicsit itt a lámpafényben. Na igen, azért te nagyon sok mindent megtettél már az elmúlt 10-15-20 évben, ha mondhatjuk így, és én ezt azért is gondoltam, hogy illik ismerni egyébként, mert hogy a, a, média történetben én azt gondolom, hogy te már beleírtad a nevedet, de erről yes, De figyelj, hát a illettem média történelem. Ez azt jelenti, hogy már jó, nem, öre, nem, jó öreg nem vagyok. Igen bácsi emlékszik, amikor 1900. De egy kicsit majd azért szeretném, uh, ha emlékezni. Hát nem is. tudom, szóval inkább azt gondolom, hogy azok a műsorok írták bele magukat a média történelem. Elsősorban a naplóra gondolok egyébként, ami egy ikonikus műsor volt a TV2-nek amiben én dolgozhattam. Tehát, hogy nem az Urák Csaba itt a médiatörténelem, mondjuk a Napló című műsor, amelyet annak idején vasárnap esténként majdnem három millió ember követett. És, és igen, az tényleg egy családi program volt. Nagyon érdekes egyébként, hogy engem a mai napig nagyon sokan azonosítanak be még onnan. Tehát, hogyha ez vidéken sokkal inkább tetten érhető, most éppen hétvégén éppen Egerben voltam, és ott is tapasztaltam, hogy, hogy ott ott az emberek ilyen őszintébben nyilvánítják ki a, a, az érzelmeiket utcán, áruházban, egy, egy szórakozó mondjuk, hogy ott még simán átkiabálnak, hogy az urák csaba tv napló, az urák csaba riportját láttam, tehát ott még ott megvan. Budapesten ez már ez, ez kevésbé, kevésbé jellemző, de hogy, de, de hogy, még mindig az van, hogy a, a naplóra, a naplóbeli riporteri jelenlétemre ott még nagyon sokan emlékeznek, és nem csak rám, hanem az összes naplósbeli kollégámra is, tehát Frütkóra, Szalay a, a, a Dorogi Gavira, a Keleti Andira, a M. kis Csavira, Svábi Andrásra, tehát hogy, hogy nagyon sokaknak még innen vagyunk meg. Hiszen azért a, a, ott alapoztátok meg valamennyire a jövőtöket, nem ott, ott töltöttétek el a legtöbb időt. Ott, o, ott volt egy olyan kegyelmi állapot, amikor tényleg egy nagyon jó műsorsában lévő, nagyon jó műsorban dolgozhattunk, ami azzal együtt, hogy kereskedelmi televízióban egy tipikusan kereskedelmi műsor volt, de, de tudott értékeket felmutatni. Tehát nagyon értékes és, és jó szocióriportok voltak benne. Jaj, hogy ne is kapjuk a fejemre, hadas Krisztát mondanom kellett volna az előző felsorásból kimaradt. a ha Hadi véletlenül látja ezt, akkor csak azért, mert a szocióriportokat főleg ő csinálta, akkor, akkor kikapok, tehát ő is dolgozott még ott. Szóval, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy, hogy értékes riportok voltak, ott szerintem, is a napló műsorának a sikere az ennek is volt köszönhető. És valóban az úgy volt, hogy egy-egy hogy ilyen műsorral nagyon sok ember be, be És, és ez nyilvánvalóan ez kamatoztatható később a, a, az ember munkája során, akármilyen médiumhoz vetődik, akármilyen területre vetődik. Nyilván nekünk is voltak, amikor mondjuk gyerek ként néztük a televíziót, voltak olyan ikonikus arcok, akik ma már lehet, hogy nincsenek évek óta képernyőn, de mindenkinek megvan. Vágó István, Vitrai Tamás, Rózsa György neve, Gulyás László sportriporter, szóval, hogy ugye megvannak azok az arcok, akiket ha egyszer úgy megszoktál, megszerettél, vagy megismertél, akkor nem felejted. Ez egyébként rám is jellemző, hiszen azért azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy mi már azért jó pár éve ismerjük egymást, Igen. és annak idején amikor én veled először találkoztam, akkor még riporter voltál, és hát én is akkor... Ez egy azzal... volt. Igen, igen. <gül> <gül> és rögtön azonosítottalak, és... Hát akkor, amikor én megismertelek téged, akkor, akkor úgy egy kicsit úgy felvetődött bennem, hogy most a tévében vagy más, vagy a, nyilván a riporternek, a, a riporteri munkának a, a sajátossága sajátosság az, hogy kicsit komolyabbnak kellene, de ugye a valós életben én egy kicsit olyan bohókásabb, vidám, vicces fiúnak ismertem. Én, én, azt gondolom magamról, hogy, hogy én zsiványabb srác vagyok, annál, mint ami lejön a képernyőn. Tehát a, általában így ülök, most lehet, hogy nem is jó, hogy ilyen zakóba jöttem meg, meg ingbe, mert, mert ez a komoly fizimiska érkezett megint ide Fehérvára. Pedig a, a hétköznapi életben én egy lazább fiúnak tartom magam, de nyilván a külső alapján az embert felruházák bizonyos tulajdonságokkal, vélt vagy valós tulajdonságokkal, nagyon sok stimmel egyébként, tehát hogyha van egy állandóan befésült hajú, szemüveges, ingben, sokszor nyakkendőben, de zakóban, ülős a képernyőn, akkor a szemüveg miatt a picit a intellektuális, a fésültség, az öltözöttsége okán olyan kis visszafogott, nyugodt, jó fiú, stb. stb. ilyeneket szoktak rám mondani. És ennek, ennek van valós alapja, tehát hogy én nem tartozom például a magyar, magyar tévés világ balhés emberei közé, én nem vagyok, nem tartom magam celebnek, nem tartom magam semmilyen módon ö, különleges figurának. Ö, de, de, annál a képnél azért, azért jóval, jóval lazább vagyok, vagy, vagy igen, ilyen zsiványabb talán ez a, ez a, jó szó, mint ami kialakult rólam. Ezzel az ember most vagy harcol, vagy nem harcol. Nyilván, akik engem közelebbről ismernek, azok, azok pontosan ismerik azt az arcomat is, amikor egy buliban vagyunk, egy koncerten, egy laza baráti beszélgetés és, és a nézőknek meg van az a képzet, amit az azurák Csabáról gondolnak, ez a anyukák vagy nagymamák kedvence, hogy mi a kislányának, nekem egyszer mondták, bocsánat, nem, ez most nem a szerénytelenség, hanem egyszer mondta nekem egy, egy ilyen anyuka valami rendezvényen, hogy hát ő a kislányának ilyen, ilyen párt képzelt el mondtam neki, hogy azért ne esünk túlzásokba, nem biztos, hogy, nem biztos, hogy minden úgy van, ahogy ő azt elképzeli, de ő magában én ezt bóknak vagy dicséretnek veszem. Tehát ez annak szól, hogy, hogy, hogy én azokat a nagy balhékat, vagy ilyen közéleti extremitásokat, amivel ma nagyon sokan fölhívják magukra a figyelmet, azt én, azt én kerülöm, meg nem is jellemzőrem. Amikor megbeszéltük, hogy jössz hozzánk erre a tévébeszélgetésre, akkor rögtön összekapcsoltuk itt a felületeinket, és rögtön ment a telefon a rádióba, aztán ugye meg is érkeztél a mai napon. Hát már a műsorunkat megelőzően hallhattak téged a rádióban, hiszen a Sédazó is lecsapott rád ott is elmondtad ugye ugyanezt, és hát akkor is azt láttam, hogy kicsit ugye akkor nem volt rajtad az akkó, akkor csak egy ingben ültél, és ugyanolyan bohókásan, lazán beszélgettetek, tehát látszik azért, hogy, hogy, van egy ilyen oldalad is. Mondom, alapvető, alapvetően igen, ritkán vagyok olyan felületen nyilvánosság előtt, ahol mondjuk ezt a, az oldalamat is megismerhetik a a, a, a nézők. mert általában amikor mi találkozunk a TV képernyőn, akkor én vagy nagyon komolyan, nagyon komoly emberekkel próbálok éppen beszélgetni, több-kevesebb sikerrel, vagy, vagy vendénként vagyok olyan témában, ami megint csak nem engedi meg feltétlenül azt, hogy, azt, hogy mondjuk az ember viccelődjön, vagy, vagy a lazább oldalát mutassa meg. De a, a, lényeg a lényeg, hogy én egyébként ebben is nagyon jól érzem magam. Sómusort azért nem csinálnék soha, tehát nem, nem mennék ö, ö, énekes műsorokba énekelni, pedig hívtak, de, de azt gondolom, hogy az ember tudja, hogy hol vannak a határai, meg a korlátai akkor. Volt kollégád, a... aki elment. Volt, igen, igen, és ö, nem is ö, hogy mondjam, nem is kritikaként fogalmaztam ezt meg, pusztán arra akartam célozni, hogy én... Nem én, éreznéd esetleg, hogy Igen, jól Igen, én olyan, én olyan helyzetekben szeretek lenni, ahol ahol jól érzem magam, tehát ahol a komfortzónámon belül vagyok, ahol, ahol nem érzem azt, hogy akik néznek, azok előtt hülyét csinálok magamból, mert például, hogy egy énekes műsorba el kéne mennem énekelni, ott egyetlen egy nagy gátja lenne ennek, hogy nem tudok énekelni. Tehát, hogy ez, ez olyan, hogy, hogy az ember nem megy el, mit tudom repülőgépet vezetni, mert nem tud repülőgépet vezetni, még ha hívják, akkor sem, meg hogyha nagyon azt mondják, hogy hú, pedig milyen jó lenne, hát persze, hogy jó lenne, nektek, nekem kevésbé, de egyébként még egy a fordulatra visszatérve ehhez a zenés műsorhoz, hogy valóban volt egyébként, hogy TV2-n engem évekkel ezelőtt is, meg most is hívtak, hogy menjek énekelni, és akkor otthon megkérdeztem az én kislányaimat, hogy, hogy képzétek el, volt egy ilyen, mert ők nagyon szeretik nézni ezeket a műsorokat, de ennek ellenére a reakciójuk az volt, hogy apa, ez nagyon ciki lenne nekem a suliban. Na, <laughs> Tehát, hogy hétfőn, hétfőn, amikor bemennek, és a fater ott ugrál még vasárnap este, az, az nem biztos, hogy nekik jó. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Te már kisfiúként is arra gondoltál, hogy majd a jövőben tollat fogsz forgatni, és riporterként nem, fogsz dolgozni? Nem, nem. A 20 éves koromig egyáltalán nem gondoltam rá. <clears throat> úgy vagyok ezzel, hogy amikor én olyan hülyeségnek tartom azt, hogy 14 éves korban, mondjuk 8 korában az embernek meg akarják mondani, vagy, meg, vagy, 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 vagy meg akarják mondani, hogy merre menjen tovább tanulni, vagy egyáltalán megkérdezik, hogy merre akarsz menni tovább tanulni. Hát honnan az Istenből tudjam? Hát nem, nem, fogalmam sincs, 14 éves gyerek, hogy, hogy ő most orvos lesz, közgazdász vagy rendőr. Hát honnan tudja? Persze van egy alapérdeklődés, de egy csomó szakmát nem ismer, egy csomó tevékenységet, egy csomó foglalkozáskört az életkoránál fogva nem ismerhet. Arra persze jó, hogy mondjuk humán irányba menjen tovább, vagy, vagy reál irányba, tehát ilyet el tudok képzelni, de aki elvárja egy 14 éves gyerektől, hogy mondja meg, hogy mi szeretne lenni, hát azt szerintem teljesen el van tévedes, sőt mondok valamit, még 18 éves korban sem tudja szerintem a gyerekeknek a 70-80 hogy mi szeretne lenni. Szeretnék elmenni valami főiskolára, és akkor a maximum, amit kihozhatunk egy gyerekből, szerintem, én még előtt állok ennek a, ennek a feladatnak, hogy azt eltalálod, hogy milyen trekre rá a gyereket. Tehát, hogy az érdeklődésének megfelelő nyelvet tanuljon, természettudományokat tanuljon, műszaki dolgokat tanuljon, vagy humán irányba menjen. Tehát, hogy ezt nagyjából vagy művészeti irányba, ha nagyjából ezt eltalálod, akkor talán már nem lősz nagyon mellé, és akkor ő majd a saját útját a szépen megtalálja aki meg akarja kérdezni akár egy érettségizőtől is, hogy hű, te most mérleképes könyvelő szeretnél -e lenni, vagy sportmenedzser, vagy esetleg tanár, az, az, az nem tudom, azt szerintem rossz nyomon jár, mert még egyszer az én sejtésem szerint tízből kettő-három gyerek tudja, annyi tudja egyébként, de nem több, hogy mi szeretne lenni, úgyhogy nekem visszatérve az eredeti kérdésre foggalmam nem volt, hogy mi szeretnék lenni. Ugye Széchenyibe jártál. Ez e... is mutatja ez egy jó példát, egyébként mindjárt elmondom. Milyen. Aztán elmentél a annyira? És a politika már azért érdekelt akkor ott? Az már igen, de hát az már 21 néhány évesen jött. Tehát a, a középiskolai, műszaki, szakközépiskolai választásom az úgy jött, hogy édesanyám azt mondta, hogy kisfiam, technikum, érettségi szakma egyben, számítógépe a jövő, ez volt a rendszerváltás ideje, pont amikor tényleg felpesdült itt a, a, az élet informatikai fronton, és jó választásnak tűnt. De azt a azt a puha emberi tényezőt azt mind a ketten kivettük a számításból, vagy kifelejtettük inkább hogy hát hogy én olyan hülye voltam a számítógéphez, mint a fene, Tehát a mai napig egyébként bekapcsolni tudom, jó picit többet, tehát szinten tudom használni, de hogy nem nagyon értek hozzá, nem nagyon értettem akkor se. Tehát akkor nekem a 14 éves koromban, emlékszem, kisferi barátom ült előttem a padban, első nap a műszaki szakközépiskolában, hátrafordult, és azt kérdezte, sziasztok, csináltatok már Troboszkópot? Mi van? A stroboszkópot én a diszkóból ismertem, a villózó fények. akkor se nagyon, mert én nyolcadikas voltam, tehát akkoriban még, még éppen elkezdődött ez a diszkóba járás. Hát az én osztálytársaim elsőben erősítőket építettek, stroboszkópot építettek, mindenféle generátort építettek, forrasztottak, hát én, én, én nekem meg lövésem nem volt. Na, így letoltam négy évet. Megkaptuk még ráadásul az alapképzést, tehát én esztergáltam például, ott álltam hosszú köpenyben, meg, meg svájci sapkában, és nem értettem, hogy mit keresek ott, de tisztességgel végigcsináltam, és egy teljesen más irányba kanyarizottam az életemet, mert először a jogra jelentkeztem, de azt tudtam, hogy valami mást akarok csinálni, mint a műszaki, mint a műszaki tanulás. És aztán, amikor a 90-es évek elején elindult a Kodolány János Hősgálon a kommunikáció szak, akkor... Akkor találkoztam én az újságíró képzéssel először, és akkor éreztem, hogy valami ilyesmi nekem találni jól állna. Aztán később rádió. Rádió, jel, A, a, a főiskola után, ugye, amikor gyakornokoskodni kellett, akkor 97 őszén én a magyar rádióba kerültem, gyakornoknak a Kossuth rádióba. Ami nem az első választásom volt, tehát akkor mindenki a televízióba szeretett volna menni, de ott volt hely. És milyen érdekes egyébként, hogy pont a TV2 indulása miatt vitték el onnan a fiatalokat 97 őszén, és azért lehetett ott ö, akkor futni, mert volt lehetőség, volt pálya, fölszívott a rádió akkor nem tudom, fél tucat vagy egy tucatnyi tehetségesebb vagy, vagy, fiatalabb riportert, és ott kezdtek el minket dolgoztatni. Tehát, hogyha például nincs az a lehetőség, akkor, akkor nem tudom, hogy ott el tudom-e kezdeni egyáltalán a, 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 karrieremet, és akkor ott, ott bekerültem egy olyan közegbe, ami, ami, a mai napig meghatározta az én, vagy meghatározza az én újságírói munkámat, mert nagyon, nagyon jó újságíróktól, emberektől nagyon sok mindent tanulhattam ott ami nélkül szerintem a kereskedelmi tévézés sem tudnám úgy csinálni, ahogy. Tehát, hogyha nem lennének szilárd szakmai alapok, akkor ezt a fajta, kicsit könnyedebb, kicsit szórakoztatóbb műfajt nem lehetne szerintem hitelesen csinálni. Szeretnék neked mutatni valamit. Jú, meglepetésként. Mi van itt? Na nézzük. Hogy egy kicsit majd a folytatásról beszéljünk, nézzünk meg egy bejátszást. Oké. Okay. a naplóban és a Jó Estét Magyarországon dolgozol, és nagyon gyakran Svábi András helyett vezeted ezeket a műsorokat. Nem nehéz helyette megjelenni a képernyőn? De hogy nem, hát gondolja a Schwábi András után, a nagy Svábi András után, akit egy ország ismeri szeret, a stílusa miatt, a lazasága miatt, a hozzáállása miatt, tehát ő azért már föl van építve, és akkor oda be kuporogni a pult mögé hát nagyon be voltam tölve, amikor az első adás megvolt. Én mondtam az Andrisnak, hogy figyelj, csináljuk ezt úgy, hogy, hogy néha nyáron, meg amikor ilyen szünetek vannak, megy felvételről. Hogy én úgy legyek először, hogy felvétel, az, hogy szó se lehet róla. Hát és akkor álltam a pult mögött, a egyik lábam az így járt, tehát így remegett, remegett, majd kiestem, de el kellett mondani, tehát nem volt mese. Nem volt mese. Tudtam, hogy néz másfél-két millió ember, mint ányan, hogy a naplót megnézik, de aztán lement, akkor, akkor marha jó. Több volt az a másfél-két millió ember, mert akkor két és fél millió nézője is volt a napnak. Ezt megkaphatom majd ezt a felvételt? Persze, természetesen. Jú, Ez egy 2003-as beszélgetős műsor volt, Jémező a kolléganőm készítette, hogyha emléksz emlékszem rá. Emlékszem rá, még a főiskolánál is forgattunk, van, meg sportpályán van. forgattunk. Megvan az egész? Így van, megvan az egész, ah. ezt megkaphatod. Hú, hát milyen érzés így visszanézni? Hát legfőképpen a, a régi lakásunkat néztem, akkor még panelban laktunk a Palotai úton, az volt nagyon jó érzés, megnézett Meg kicsit íróasztalt, igen, ahol, ahol ott sokat tanultam. Hát egyrészt feketébb voltam, hajügyileg, ugye, fiatalabb, vagy lassan 15 évvel, és azok az érzések egyébként abszolút megvannak bennem, amiről itt meséltem. Tehát én emlékszem az első műsorvezetésre a, a, naplóban tényleg az volt, hogy majd kiestem a pult mögül, úgy remegett az egyik, az egyik lábam. És, és hát nagyon-nagyon szép utazás kezdete volt az. Tehát hogy a naplós korszakom az tényleg a, az életemnek egyik nagyon fontos része és állomása. Nagyon sokat kaptam én ettől a műsortól, meg nagyon sokat kaptam a csatornától, a TV2-től, hogy én, én most mindenféle szerénység nélkül azt tudom mondani, hogy, Azért én nem a legtehetségesebb embere vagyok a korosztályomnak, én ezt pontosan tudom magamról, és azt is, hogy, hogy legalább ilyen képességű srácból, szaladgált, vagy lányból, nagyon sok, ö, hogy, hogy én kerülhettem nagyon sok emberből végül egy olyan műsorvezetői ö, posztra, amiből aztán a többi műsor később kézről kézre adott, és hogy én műsorvezetősködhettem egy országos csatornánál, és megismert gyakorlatilag a, a, a fél ország, az, 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 nagyon nagy szerencse. Tehát, hogy én azt, a szerencsefaktort azt, azt soha nem felejtem el megemlíteni, mert egy dolog, hogy, hogy, ha az embernek azt mondják, hogy van mondjuk valami az affinitása vagy tehetsége, de azért nem ezen múlik Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy nekem nagyon sok olyan, olyan apró ö, ö, helyzet volt az életemben, amikor, amikor igen szerencse kellett hozzá, hogy bekerülj a krónikába, hogy a, áthívjanak pont téged a TV2-be, hogy pont rád mutassanak rá, hogy te legyél a, a műsorvezető, hogyha az Andris nincsen. Na jó, hogy... de azért ehhez le kellett tenni valamit. igen, az igen, tehát azt mondom, hogy én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy, hogy a 100 méteres futóversenyen nekem kell végigfutni, tehát ott nekem kell megnyernem azt a versenyt. De az, hogy elindulhassak egyáltalán az a futóversenyen, az nem mindig rajtam múlik, vagy nem mindig a versenyző múlik. Hát, hogy oda tesze valaki, benevezet téged -e valaki egy versenyre, az nem feltétlenül rajtad múlik. Ott már nekem a rádióban meg kellett állnom a helyem, a tévében meg kellett állnom, műsorvezetőként meg kellett állnom, de hogy oda kerülhettem, abban nagyon-nagyon sok szerencse faktor volt. Most nem látják a nézők, de a kamera mögött itt ül Szörényi Péter kollégám, aki most lekísért engem, mint a Fehérvárója, az egy per egy, az Csava című műsor, egy például egy Azurek Csabával című műsor vezető szerkesztője, és egyébként ő a rádióban volt főnököm. Tehát amikor én zöldfülüként bementem a rádióba, akkor ő Szombati krónikát vezetett, és ő küldözgetett engem ki riporterkedni, és most így látom, hogy mutogatott magára, hogy ő volt az egyik, aki beajánlotta a naplóba, de egyébként tényleg így volt. De ez is szerencse hmm. faktor. Nyilván nem ajánlott volna, ha azt gondolja, hogy tök hülye vagyok, és tehetségtelen vagyok, de lehet, hogy mondhatott volna, mint a még két gyereket, és akkor lehet, hogy a nem tudom, az én számomat tudta megadni hirtelen. Szóval nagyon sok apró olyan dolog van, ami, ami tényleg a szerencsém múlik. Azért látott benned valamit, én azt gondolom. Oké, okay, Szilvi, rendben van, csak mondom, hogy még lehet, hogy volt tíz olyan ember, akiben szintén láthatott volna, vagy látott is valamit, valamiért így jön. Nem kisebbíteni, meg mondom, nem álszerénységből mondom, ez csak a realitáshoz hozzá tartozik, hogy, hogy, hogy ezek az emberen kívüli dolgok és történések, de hát van az a mondás, hogy, hogy nyilván a szerencsével élni kell tudni, a lehetőségeket ki kell tudni használni, és, és mindenkinek van egy-két olyan esély az életében, amit hogyha, ha jól megragad, akkor, akkor az hosszú távon is kamatozik. Azt mondtad, hogy kézről kézre adtak, és hát a műsorok, ugye voltál egy időben hírigazgató is. Voltam, igen, a, 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 tv Úgy indult, hogy a, volt egy tíz éves naplós korszak, egy, 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 egy szűk évtized, Utána a mokkában a reggeli műsorban is dolgoztam, utána a tények műsorvezetője lettem, és 2015 és 16, 15 március és 16 március között meg, meg én a hírigazgatóságot irányítottam főnöként, akkor meg azok a műsorok tartoztak alám, amelyekben nagyjából mindegyikben dolgoztam. Na azért az egy nagy ugrás ahhoz képest, ahogy mondjuk az előző bejátszásban még beszéltél a, a kezdeti munkádról. Én kétség kívül, tehát az egy, az egy média menedzseri pozíció, ami, ami miatt én nagyon hálás vagyok egyébként, mert olyan dolgot tanulhattam meg, amit műsorkészítő emberként, tehát műsorvezetőként vagy szerkesztőként nem. Tehát például az, hogy, hogy vezetőként hogy állod meg a helyedet, hogyan irányítasz 80 embert, hogyan irányítasz 5 szerkesztőséget, milyen víziód van a műsorról, hogyan motiválod az embereidet, hogyan, hogyan nyilvánosan konferenciákon például. Tehát az üzleti élet bejött az életembe, és az egy nagyon intenzív egy év volt, és rengeteget tanultam, nagyon hálás vagyok, hogy belecsöppenhettem ebbe a, 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 világba, de azért műsor, készítőként egy picit jobban érzem magam, tehát ebben sokkal inkább otthon vagyok. De többé-kevésbé azért bejöttek az elképzeléseid? Igen, igen hát ugye, ami, ugye az egy nagyon furcsa időszaka volt a televíziónak, mert, mert pontosan tudtuk, láttuk, hogy tulajdonos váltás előtt áll el a a TV2, az anyagi lehetőségeink jóval szűkösebbek voltak, de amit szerettem volna, hogy a kereskedelmi televízión belül a közéleti műsorok azok, azok, azok egy inkább hogy mondjam, olyan irányba menjenek el, ahol nem feltétlenül, tehát most a hírműsorokra gondolok, nem feltétlenül a szórakoztatás az első, hanem inkább a közéleti informatív tartalmak. Azt úgy nagyjából ő, ő sikerült megvalósítani. Nem mint a baj lenne egyébként azzal, hogy egy Iradó, inkább szórakoztatni akar, vagy inkább máshol helyezi a hangsúly, csak az én habitusomhoz az közelebb állt, és az akkori főnökeim ezt elfogadták. Ezt csináltuk a Naplóban, tulajdonképpen, ezt csináltuk a Mokkában annak idején, és ugye van az a, van az a szó a televíziózásban, hogy infotainment, ami informálunk és szórakoztatunk, ennek a két angol szónak az összeolvadása, és én valahol, én valahol ebben látom a kereskedelmi tévé lényegét, és most is a az esti beszélgetős műsorban, amit ö, készítünk a kollégáimmal, most is arra tudjuk inkább fektetni a, a hangsúlyt, hogy inkább a közéleti jellegét ö, hangsúlyozzuk, mert mondom, én azt gondolom, hogy hozzám ez áll közelebb, tehát hogy sokkal inkább, mint az éneklés. Volt egy kis kihagyás azért, mielőtt most ez az új műsorod Igen, volt egy 7 hónapos, igen, ilyen, ilyen ö, pihenő, amikor a tények műsorvezetését a Várkonyi Andival abba hagytuk, és még az új műsor nem tudott elindulni, stúdiót kellett építeni, technikát voltak, ilyen csúszások. És a kérdés arra vonatkozik, hogy mit csináltam akkor? Igen. Hát egy nagyon jó nyarat töltöttem együtt a családommal, nagyon ö, élvezték a lányok, kicsit lehet, hogy too much volt, tehát, hogy kicsit azt gondolták, hogy, hogy a korábbihoz képest apa most jóval, többször ül velünk házi feladatot csinálni, hogy sokkal szigorúbb, mint anya. Nem is lenne olyan nagy baj, ha apa inkább visszamenne megint dolgozni többet, mert akkor nem, nem szekálna itt minket azzal, hogy a szorzótáblát még egyszer vegyük végig, stb. 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 Jóval többet tudtam a lányokkal foglalkozni, mert az előző egy év meg extrém terhelés volt. Tehát akkor tényleg elmentem reggel 8-kor, és hazaestem este 8-9-kor, hétvégén is állandóan ö, csörgött a telefon, hírigazgatóként azért nyilván vinni kellett egy csomó olyan műsornak az ügyesből is dolgait, ami, ami napi 24 órás elfoglaltságot jelentett, és aztán amikor hirtelen ez az egész az emberről lekerül, lekerül akkor, akkor meg, meg van, egy, van, egy, hogy mondjam, egy olyan állapot, amikor azt veszed észre, hogy jé, hát kevesebbet csipog a telefon, ez nem rossz, Jé, hát van időm több mindenre, nem csak vinni tudom a lányokat iskolában, hanem értük is tudok menni délután négyre, el tudok menni minden iskolai programra, nem kell úgy kiszögdösnöm adás előtt, ahogy egyébként tényekes koromban csináltam, hogy amikor félötkor voltak a az iskolai műsorok, mondjuk Mikulás műsor, de nekem hatkor már kezdődött a tények, akkor hogy szervezzem meg azt, hogy lelépek gyorsan egy 40 percre, és hogy még vissza is érjek adásra. Szóval, hogy egy csomó minden megváltozott, és az, az nagyon jó volt. Tehát, az, az, nagyon -nagyon szerettem azt nagyon-nagyon szerettem azt az időszakot, hogy sokat tudtam a lányokkal lenni, és ennek főleg úgy a, szerintem a család örült azért, hogyha az egészet veszük. Most egy kicsit más jellegű feladatod van ebben az új műsorban. Ez mondjuk most csak ezt teszik ki a hétköznapjaidat, ha jól tudom. Mennyire jó ezt most neked csinálni? Tehát mennyiben más, más feladat? Válto tehát az ember ahogy, ahogy halad előre a korban, változik. Tehát én most 40 éves vagyok, és óhatatlanul fordulok szerintem életkoromnál fogva is a, a kicsit elemzősebb, kicsit mélyebb, kicsit ö, ö, nyugodtabb, beszélgetősebb ö, műsorok témák felé. Tehát, tehát jobban szeretem azokat, a, azokat a, a beszélgetéseket, amelyek nem feltétlenül a felszínkarcolgatásáról szólnak, hanem hanem van lehetőség egy picit mélyebben beszélgetni, mondjuk nem 5 perc van, mint annak idején a Mokkában, vagy 5-6 perc egy beszélgetés, hanem mondjuk van 15-16 perc, azért az, az már az már sok a mai világban, a mai felgyorsult médiavilágban. Szóval ez most úgy nagyon az én lelkemhez és a, és a koromhoz illő műsor, nagyon szeretjük csinálni, négyen vagyunk kollégák az egy per egy szerkesztőségében, rendes tempót kíván ez is, mert amit a nézők látnak a képernyőn, hogy van egy hátsó ö, ilyen képernyősor, hogy azon milyen fotók legyenek, hogy az infocsikok hogyan jöjjenek ki, hogy a promóhoz honnan lesznek képek, hogy akkor most milyen riportot forgatunk, hogy kiszervezi le a vendéget, hogy kírja meg hozzá a háttéranyagot, hogy egyetlen mit kérdezzünk, hogy utána a vendégnek. Van olyan vendég, aki, akihez ugye egy komplett könyvet kell elolvasni, meg kell nézni egy filmet, és, és, azért, és azért, Igen, tehát a felkészülési fázis az most jóval hosszabb és időigényesebb, de ezt most nem bánom. Tehát hogy összességében én ezt most nagyon szeretem nagyon szeretem csinálni, nem beszélve arról, hogy az első olyan műsor az életemben, ami, ami gyakorlatilag az én arcomra és a nevemre épült. Tehát ugye eddig én kész ültem bele, naplóba, tényekbe, a mokkába, tehát ezek egy csatornának a műsorai voltak. Ez pedig, a, ez pedig egy embernek a, a brendje. És ha belegondolok, akkor szóval én ezt tényleg nagy áldásnak érzem, vagy nagy ajándéknak a sorstól, hogy egy országos kereskedelmi csatornán lehet az embernek egy saját kis játszótere. Az szerintem egy nagy dolog, mert ha most hirtelen összeszámolnám, hogy hány olyan műsor van a magyar médiapiacon, ami egy archoz kötődik, és akkor most minden csatornától, ha sorolok, akkor van ilyen a, ugye a Kálmán Olga, akkor van ilyen a, az Alinda, akkor Friderikus Sándor volt ilyen, hogy ő most éppen nem csinál, akkor van nálunk a Josi egyébként, van az Azurák Csaba, és lehet, hogy még két-három Baló György, ki ráhagyjam, bocsánat. Szóval, hogy, hogy nem vagyunk sokan, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen ö, szűk tízes klub, és nagyon nagyon felkészült kollégákat soroltam most fel. Szóval én ezt hogy szerencsés dolognak tartom, hogy az embernek megadatik, hogy egy ilyet is csináljon. Akkor azért Fehérvárról csak eljutunk odáig, hogy egy kicsit ö, nagy dolgot azért letettél az asztalra. Én azt gondolom. És ja. Tehát... nem tudom, hogy mit akarsz kimondatni velem. Nem, nem, nem azt de, de, akarom igen, adni. De szívesen tudod, ez most olyan, hogy, hogy ö, igen, de nagy dolgot tett le az én asztalos barátom, aki ma Svájcban egy ablakgyártó cégnél dolgozik, a saját szakmájában. Én soha nem keverem azt össze, hogy azért, mert én a televízióban dolgozom, és a műfaj jellege miatt ez több emberhez eljut, attól a teljesítményem nem nagyobb, mint a, az én rendőr egykori osztálytársamé, vagy az asztalos osztálytársamé, vagy éppen a vízmérnök barátomé, vagy egy jogaoktató lányé, vagy egy tanárnéné, tehát a teljesítményem az nem több. Ők is ugyanúgy megállják a helyüket, ugyanolyan szakmai teljesítményeik, sikereik vannak, csak kevesebben tudnak róla a munka jellegénél fogva. Tehát most lehet azt mondani, hogy én nagy dolgot vittem véghez, hogy most van egy ilyen műsorom, csak mondom, ez nekem nem nagyobb, tehát az én szemben ez nem nagyobb, mint mondjuk egy tanárnénének a, a, a sikere, aki megtanított már 150 gyereket írni, olvasni, és lehet, hogy nagyszerű gyerkőcöket indított el alsó tagozatban. Nekünk viszont fehérváriaknak szerintem mondhatjuk, hogy büszkeség. <laughs> hiszen, hiszen, tényleg kevesen vagytok, akik, akik mondjuk Fehérváról indultak. Na, 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 Bár... Fehérvár, de rengeteg híres Fehérvári van, tehát ne felejtjük, vannak, olimpiai mőven. bajnokaink vannak, ne felejtjük a videóton UEFA Kupa döntött játszó foci csapatát, nagyon szeretem őket. Nekem gyerekkori ikonaim, voltak ők, ugye a, a Szabó Józsi, Csongrádi, a Diszli Fivérek, Burcsa Győző, Csuhai, Vadászim és a többi sorolhatnám. És volt olyan szerencsém, hogy két évvel ezelőtt a barátaimmal egy dokumentumfilmet mi forgattunk erről. A, az időszakról, és akkor én megismertem azokat az embereket, akikért én gyerekkoromban rajongtam. Tehát én emlékszem, hogy a focipályán hatos voltam, a, a hatos voltam ezem, tehát én voltam Burcsa győző, mert a videótonban hatos mezzel játszott a, a burcsa. és akkor nem Ronaldónak meg Messinek hívtuk magunkat, hanem volt a vadászimi, volt a burcsa, meg volt a, a a, a kapuban, akkor mi, mi, mi azok voltunk. Szóval, hogy nagyon sok híres fehérvári van, hogy például egy, egy friss példát vegyek, és összehozzam a műsorral, hogy az Egy per egy az Ureg Csavával című műsorral, Fanándit kapcsoltuk két hónappal ezelőtt, amikor ugye a vendéglóbon ő, ő befutott, na, ő is fehérvári példa, de sokat tudnék mondani, hogy hála Istennek ez a város szerintem azért azért jó, jó felhozatalra rendelkezik. Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elszaladt beszélgettünk az idő? egy kicsit. Sajnos elszaladt az idő, Igen. én még kétszer ennyi ideig tudnék veled beszélgetni, de én nagyon-nagyon sok sikert kívánok még neked a jövőben, és szeretném, hogyha sokat jönnél még Fehérvárra és hozzánk is. Hát legyen így, ez, ez egy jó végszó. Szóval köszönöm szépen, hogy itt lettam. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.